Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Elhalasztották a döntést, egyelőre nem módosították a szekszárdi úszoda építőjével kötött szerződést. Szakképzési törvény, ösztöndíj minden diáknak és magasabb pedagógus bére. 10% fölötti is lehet a bevétel kiesés, átalakítaná a kormány az iparűzési adót. Segítség, kezdő vállalkozásokat mentorál az adóhivatal. A szekszárdi közgyűlés szerdai rendkívüli ülésén egyetlen napirendi pont szerepelt, az épülő úszoda kapcsán felállított ideiglenes bizottság beszámolója, és ennek kapcsán az építővel kötött vállalkozói szerződés módosítása. Döntés most nem született, jövő héten újra üléseznek, akkor szavazhatnak majd. Egyetlen napirendi pontot tárgyaltak a város képviselői a szerdai rendkívüli közgyűlésen. Ez az épülő úszoda kapcsán felállított ideiglenes bizottság beszámolója volt. A bizottság elnöke azt mondta, a kivitelezési munkálatok a kezdetek óta lassan haladnak. Mostanra nagy a csúszás, ezért garanciákat kértek a munkát vállaló cégtől a határidők tartására. A bizottság megállapította, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok igazolják, hogy az eddig elkészült minőség nem első osztályú sajnos. Ezért felhívja a polgármesteri hivatal, hogy gondoskodjon egy szakvélemény beszerzésétől, mely tartalmaz egy kimutatást az értékcsökkenésre és a kár mértékére, amely azáltal keletkezett, hogy nem első osztályi munkálatok kerültek első osztályi minősége elleni fizetésre. A bizottság tagjai ezért kezdeményezték a vállalkozói szerződés módosítását, amiben azt is beleírták, hogy a kivitelezés befejezéséig rendszeresen ellenőrzik majd az elvégzett munkát. A közgyűlés közben viszont kiderült, hogy a szerződés módosítással kapcsolatban a vállalkozó is megfogalmazott néhány észrevételt. Tulajdonképpen jutottak el új információk is hozzánk, a kivitelező most véleményezte azt a szerződés módosítást, amelyel akkor 6.30-ig kitolódna a kivitelezésnek a határideje, és ezt viszont nem tudták képviselők átalományozni, tehát itt a közgyűlési teremben került ismertetésre. Ezért az Éjjel Szekszárd frakció tagjai időt kértek, hogy áttanulmányozzák a dokumentumokat. A témát egyébként egy órával korábban, még aznap a pénzügyi bizottság is tárgyalta. Máté Péter, a bizottság elnöke és a Fidesz-KDNP frakcióvezetője azt mondta, hogy attól fél, ha elfogadják a módosításokat, a város eleshet a kötbér összegétől, amit a vállalkozótól kérhetnének a csúszások miatt. Ami azért jelentős, tehát ettől kezdve van biztosíték a kezünkbe, és a kivitelező hajlandóságot mutat arra, hogy bővíti a kapacitását. A két frakció egyeztetését követően valamikor a jövő hét folyamán kerül újra napirendre és tárgyalásra a kérdés. Idős férfit vertek meg és raboltak ki fényes nappal Szekszárdon a helyi vasútállomásnál. A támadó egy 63 éves koppányszántói férfi volt, aki miután egy sétabottal rátámadt az áldozatára, elvette tőle a zsebeiben található 2000 forintot is. A szekszárdi rendőrök végül kevesebb mint egy óra alatt elfogták az erőszakos rablót. Közel 26 milliárd forintból gazdálkodhat idén a paksi önkormányzat. A képviselőtestület februári ülésén elfogadta a költségvetést, és tárgyaltak többek közt a múlt hónapban megalakult Paksi Közlekedési Kft. 2020-as üzleti tervéről is. A 20 napi rend között szerepelt a már előzőleg létrehozott Paksi Közlekedési Kft. Üzleti terve. Az atomvárosban a helyi tömegközlekedést minél zöldebb, klímabarát módon kívánják üzemeltetni. Ezt a jövőben a város maga szeretné megoldani. Az elektromos buszok beszerzése már folyamatban van. A testületi ülés egyik sarkalatos pontja a Paks 2020-as költségvetésének tárgyalása volt. Végül szerdai ülésén elfogadta a testület a közel 25,7 milliárdos fő összegű tételt.
A 2019-ben elindult beruházások nagyban meghatározták az idei év költségvetésének az összeállítását. Ebből három nagy projektet említett Szabó Péter. Az egyik a 8 milliárdos támogatásból a 2020-as esztendőre eső rész, valamint a tavalyi év végén szintén Süli János miniszter úrnak köszönhetően ugye Paksra érkezett támogatás, kétszer 1,9 milliárd forint a Paksi víziközműnek a fejlesztésére, illetve magának Paksnak a fejlesztésére. Itt alapvetően az új városközpont kialakítása, illetve a Pollak Mihály utcától északra fekvő terület lakóterületté alakítására. Paks giga beruházásai közül is hármat említett a polgármester. A Kömlődi utcának a teljes körű faltól falig történő felújítása, a Vácika utcának a azt nem felújításról beszélünk, ott egy kialakításról, egy utca kialakításáról beszélünk, és hát ugye a lakótelep központi parknak a teljes körű kivitelezései. Paksa az idei évben még számít kormányzati támogatásra. Felújítják az országos védettséget élvező bátaszéki tájházat. Statikai vizsgálatokból kiderült, hogy az épület alapja nem megfelelő és süllyed, ami jelentősebb károkat okozhat az ingatlanban. Az önkormányzat most egy pályázat segítségével mentené meg a tájházat. Ha ezek a tervdokumentációk rendelkezésre állnak, akkor tudunk érdemi pályázatot benyújtani, amiről már információnk van, hogy még ebben az évben a kivitelezési munkákra tudunk pályázati forrást bevonni. Gyulajon ülésezett a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás. A tagok többek között elfogadták az idei költségvetést, valamint megszavazták a közösen fenntartott, a szociális ellátásokat biztosító Kaposmenti Segítőkéz Alapszolgáltató Intézmény költségvetését is. A közvilágítás karbantartása és a villamos energiaszolgáltatás egy esetleges új alternatív megoldásáról tárgyalt első napirendi pontként a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás tanácsa. A meghívott cég képviselője bemutatójában elmondta, hogy naperőművek építésével is foglalkoznak, és a piaci árnál olcsóban is tudnak biztosítani villamos energiát a társulás önkormányzatainak. A 10 napirendi pontot tárgyaló teljes létszámban megjelenő társulási tanács többek között döntött a Dombóvár város önkormányzata és a társulás közötti együttműködési megállapodásról is. Innentől fogva minden olyan információ, amely az ő vagy a város birtokába kerül, megosztjuk egymással, Kaposmenti munkaszervezettel együtt tudunk dolgozni, hiszen azt gondolom, ez nem meglepő, annak a munkaszervezetnek 5 évig én voltam a vezetője, tehát azt gondolom, hogy ez az együttműködésnek az alapjai jók, és továbbra is így fognak maradni. Nyilván a város szempontjából, és ezt mindig el szoktam mondani, több humán erőforrás és minőségi szakemberek vannak, mint egy kis településen megtalálhatók. Ez nyilván a település üzemméretéből adódik. Az idén július 1-től hivatalosan is becsatlakozó Dombóvár város önkormányzata és a társulás közötti együttműködés fogadta el most egyöntetűen a 15 polgármesterből álló tanács. Egy ugyancsak a társulás működését jelentősen meghatározó szervezet tevékenységéről és költségvetéséről is döntöttek. 2007 óta a szociális alapszolgáltatásokat és a gyermekjóléti szolgálat feladatait ellátó és biztosító segítőkéz alapszolgáltató intézmény ezévi költségvetését is egyöntetően elfogadták a Kaposmenti térség polgármesterei. Kettő fontosabbat emelnék, ez egyik a 2020 évi költségvetésünk, ami a társulás egész évi működését alapokban vagy alapjaiban határozza meg, közt az intézményünk, egyetlen intézményünk, ami szociális ellátásokat foglal magában, annak az egész éves működését, és mind a 16 település tekintetében szolgáltatást nyújt. A költségvetésben jelentős változás az elmúlt évekhez viszonyítva nem történt. Az év elején bejelentett és azóta hatályba lépő bérminimum növekedés miatt, és hogy a segítőkéz alapszolgáltató intézmény bevételi és kiadási egyensúlya megmaradjon, 1,7 millió forint értékben önkormányzati hozzájárulást kért az intézmény, amit elfogadott a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás. A hozzájárulást elsősorban a család és gyermekjóléti szolgálatnál dolgozók béreinek és járulékainak emelkedése indokolta. A segítőkéz alapszolgáltató intézmény házi segítségnyújtás tevékenysége során összesen 83 főt lát el. Megjelent a szakképzés átalakításáról szóló törvény végrehajtási rendelete. Ennek alapján a következő tanévtől már azok a diákok is kapnak ösztöndíjat, akik nem hiány szakmát tanulnak. Eddig ez nem így volt. Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja elmondta, az átalakítás fő célja, hogy szeptembertől sokkal többen hagyhassák el az iskolát szakmával a kezükben.
Lecs János már gyerekkorától autószerelő akar lenni. Szeptembertől ebben a márkaszervizben tanulja az autószerelő szakmát. Elmondása alapján az elméleti képzés mellett fontos a gyakorlati tudás is. Ebben segíthet neki az új szakképzési törvény, hogy megismerje és elsajátítsa a szakma gyakorlati oldalát. Valamint a nemrég megjelenő szakképzésről szóló törvény végrehajtási rendeletében leírt ösztöndíj rendszer is támogatja a diákokat a szakma megszerzésében. Mindenki, aki belép a szakképzésbe alanyi jogon, ösztöndíjra lesz jogosult ez év szeptemberétől. Ez az iskola típustól függ. A technikumban 8000 forint körüli havi összeggel indulunk, a három éves szakképzőiskolában 15000 forint havi összeggel indulunk, és mindaddig ösztöndíjat kap a tanuló, amíg a duális képzésbe ki nem megy. Ennek értéke tovább növelhető, mivel a tanulmányi átlag függvényében állapítják meg az ösztöndíj mértékét. Változik továbbá az oktatók kötelező óraszáma, ez 22 óra lesz. A szabadságok tekintetében a 20 nap alapszabadság mellett 20 nap pótszabadságot határoznak meg, ami életkor alapján fog járni. Így például egy 46 éves oktatónak már 50 nap szabadsága is lehet. Egy rugalmasabb foglalkoztatási lehetőség lép be, hiszen megszűnik például az a kötöttség, hogy óraadót milyen időkorlátban alkalmazhatunk. Vele együtt ugye megjelenik egy bértömegnövekedés a szakképzési centrumban. Ez a bértömegnövekedés viszont majd azt teszi lehetővé, hogy egy magasabb óradíjjal tudjuk a gazdaság szereplőit és azokat a mérnököket, technikusokat bevonzani az oktatásba, akik ehhez kedvet éreznek, affinitásuk van. A tanulók mellett a tanárok is megemelt juttatásokban részesülnek. A 2020. júliusától életbe lépő szabályozás 32000 pedagógust érint, a fizetésemelés országos átlagban akár 30%-os is lehet. Egyes számítások szerint 10-15%-os bevételkiesést jelenthet az önkormányzatoknak, ha az iparűzési adót a mostani elképzelések szerint alakítja át a kormány 2021-től. Sok városnak, községnek az ott letelepült cégek által fizetett adó a legjelentősebb olyan bevételi forrása, amivel szabadon gazdálkodhat. Az iparkamara Tolna megyei elnöke sem vitatja, hogy ez a lépés érzékenyen érinteni az önkormányzatok egy részét, ugyanakkor úgy véli, a vállalkozások terheinek csökkentésére szükség van. Budapest önkormányzata 38 milliárd forintot veszítene el, de Szekszárd és a nagyobb városok is több milliárd forinttól esnének el, ha a kormány csökkenti az önkormányzatoknak egyetlen érdemi bevételét jelentő iparűzési adót. Ezt a cégek a székhelyüknek otthont adó önkormányzatoknak kell befizetniük a nettó árbevételük után. 2021. decemberétől eltörölnék az iparűzési adó feltöltési kötelezettséget. Ezzel a cégeknek nem kellene adóelőleget fizetniük az önkormányzatoknak, hanem elég lenne csak az adóbevallások benyújtásakor 2022. májusában elintézni. Ez az intézkedés országos szinten mintegy 80-100 milliárd forint átmeneti kiesést jelentene az önkormányzatoknak. Az átalakítás a 3200 önkormányzatból 300-at érintene érzékenyen, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége szerint. Bátaszék életében is nagy változást eredményezne az, hogyha a helyi adókból befolyt, mintegy 32 millió forinttól elesnének, hiszen ebből tud egy település önkormányzata fejlesztéseket végrehajtani, mondta Bozsolik Róbert polgármester. A város mondjuk 2020-as költségvetésében mintegy 110 millió forint az a forrás, ami fejlesztéseket és felújításokat tartalmaz. Hát ha ebből kiveszünk durván 30 millió forintot, az azt jelenti, hogy 30%-kal csökken az ez irányú lehetőségeknek a mértéke. A kis településeknek így bátának is jelentősen csökkenne a bevétele, ha a helyi iparűzési adót átalakítják, hiszen több mint 100 millió forintot fizetnek be a cégek iparűzési adó címén ennek a községnek, mondta a polgármester Huszárné Lukács Rozália. Általánosságban minden kis településen óriási problémákat okozna, hiszen a kis települések ebből élnek. Az iparkamara Tolna megyei elnöke szerint azonban szükség van a vállalkozások terheinek csökkentésére. Ezek a pénzek megmaradnak, ha ebből lehet fejleszteni, esetleg pótolni a beruházásoknál a kieső összegeket, és én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy fejlődést jelentett. A 2019-es költségvetés szerint a 3200 önkormányzat közel 3000 milliárd forintos kiadásából 827 milliárdot fedezett iparűzési adóbevétel.
Az újonnan induló vállalkozásokat segítik az adóhatóság munkatársai. A féléves mentorprogramban a kezdő egyéni vállalkozók, újonnan cégbejegyzésre kötelezett szervezetek, bíróság által nyilvántartott civil szervezetek, valamint ügyvédi irodák és szabadalmi ügyvivő irodák vehetnek részt. A kezdő vállalkozások támogatása érdekében fontos szolgáltatás vehető igénybe a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. A mentorprogram célja többek között az, hogy az új adózók adózási ügyintézését megkönnyítse. A program során az adóhivatal az írásbeli tájékoztatás mellett szóbeli tájékoztatást is nyújt. Ez kétféle módon valósul meg, egyrészt felkészítő fórumokon, oktatásokon történő részvétellel, másrészt pedig személyes kapcsolatfelvétellel. A mentorprogramba jelentkezhetnek az egyéni vállalkozók, a cégek, civil szervezetek, ügyvédi irodák és szabadalmi ügyvédi irodák. A programban résztvevőket 6 hónapon keresztül folyamatosan segíti az adóhatóság munkatársa, vagyis ha például észrevesz valahol egy hibát, hiányosságot, akkor telefonon vagy írásban felhívja az adózó figyelmét erre. A mentor, a NAV szakembere folyamatosan tartja a kapcsolatot a mentorátjával, fogadja a hívásait, tájékoztatja az adózási szabályokról, figyelemmel tartja az adókötelezettségeinek a teljesítését, ugye a bevallási kötelezettségét, az adófolyószámlájának az alakulását, felhívja a figyelmet az esetleges problémákra, teendőkre. Magyarországon havonta nagyjából 10 000 új vállalkozás indul. Baranya és Somogy megyék híreivel folytatjuk. Méreggel átitatott és szögekkel tűzdelt falatok, veszélyben a pécsi házi kedvencek. Mohácsi kendertermesztők ellen emelt vádat az ügyészség, tanyájukon házuk udvarán nevelték a kanabiszt. Egyre népszerűbb Siófok, tovább emelkedett a vendégészakák száma. Egyre több panasz érkezik a pécsi állatmentő állatvédő alapítványokhoz, miszerint a gazdik a Baranyai megyeszékhely különböző pontjain mérgezett ételt találnak, amit kifejezetten kutyák ellen helyeznek ki ismeretlenek. A helyiek felháborítónak tartják ezt a módszert. A büntető törvénykönyv szerint ez állatkínzásnak minősül, amiért súlyos esetben akár 3 év szabadságvesztés is kiszabható. Ez egész a órán képes beledigyük. Molly imádja az ásást és mindent alaposan megszagol. Vadászkutya lévén ez nem meglepő. Azonban a hozzá hasonló játékos ebek nagy veszélynek vannak kitéve Pécs városában. A Baranyai megyeszékhelyen ugyanis egyre több helyen bukkannak fel patkányméreggel vagy fagyállóval átitatott, sőt még szögekkel teletűzdelt falatok is, amiket a házi állatok könnyen megehetnek. A pécsiek szerint ez felháborító. Egy ártatlan kutyát, hát most mit árt ez? Kinek árt ez? Itt a panelban rengeteg kutya van nekem, mert ez a harmadik kutyám, 30 éve van kutyám, de hát még senkit meg nem kapott, meg én nem, egyszerűen nem értem az embereket. Elég szomorú. Önnek van egyébként kutyája, vagy kutyás ismerőse esetleg? Van kutyás ismerősöm, és hát persze mindenki föl van háborodva, mert azért ez nagyon aljas módszer, hogy így bánnak el az állatokkal. A Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítványnál az elmúlt időszakban többször is jelezték a gazdik, hogy mérgezett eledet találtak a város különböző pontjain. Feleki Anita azt mondja, körültekintően kell sétáltatni kedvencünket, de a kutyák nevelése is fontos. Szerintem a legeslegalapvetőbb probléma, hogy a kutyások és a nem kutyások között, hogy nagyon sokan nem szedik össze az ürüléket. Ezért ugye a közterek, a játszóterek, a járdák tele vannak, tehát valószínűleg ez így a nem kutyásoknál ez egy elég nagy probléma. Hát oda kell figyelni a kutyára, ugye vagy szájkosár, vagy kutyaiskolába járni velük, ahol megtanítják nekik, hogy nem szabad fölenni semmit. Egy pécsi ügyvéd stábunknak elmondta, 2004 előtt szabálysértésként kezelték a hasonló ügyeket. Azóta viszont azok, akik ilyen kegyetlen módszereket vetnek be a kutyák vagy más háziállatok távoltartása érdekében, állatkínzást követnek el, tette hozzá Sárdi Csilla. A hatályos büntető törvénykönyv rendelkezései szerint állatkínzásról akkor beszélünk, hogyha valaki gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza. A törvény az ilyen jellegű cselekményeket 2 évig tartó szabadságvesztéssel rendeli büntetni. Ha a kínzás különös szenvedést vagy több állatnak maradandó károsodást, illetve halált okoz, azt a törvény még szigorúbban büntetés. Ilyen esetekben akár 3 év szabadságvesztés is kiszabható.
Otthonában termesztett kábítószert az a két férfi, akik ellen most emelt vádat a mohácsi ügyészség. Az elkövetők a neten rendeltek magukat az ültetvényükhöz, a kendernövények neveléséhez szükséges eszközöket is beszerezték. Ezeket mindkét helyen lefoglalta a rendőrség, amikor házkutatást tartott a vádlottaknál. Tettükért akár 5 év börtönre is számíthatnak az elkövetők. Rendőrségi rajtaütés a képeken egy csombereki tanyán. Kendertermesztőt fogtak el a rendőrök Baranya megyében. Az összesen 70-tő kannabisz növény neveléséhez szükséges magokat a vádlott még 2018 év elején az interneten vásárolta. Majd ezt követően a falujában egy kültelki tanyán azokat elültette. Összesen ezekből a magokból 70 tőnyi kábítószer növény fejlődött ki. Emellett a lakásán, illetőleg a lakása melletti helyiségben a kábítószer termesztéséhez, előállításához szükséges technikai berendezéseket is beszerzett, illetőleg egy ilyen műhelyt kialakított. 2018. szeptemberében került sor házkutatásra, melynek során 70 tő kannabiszt, leszüretelt, kiszárított növényeket, valamint a termesztéshez szükséges berendezéseket foglaltak le. Az ügy másik vádlottja Ausztriában vásárolt 10 darab kannabisz magot, melyet ezt követően 2018 májusában lakóhelyének kertjében elültetett. A házkutatásra, amelyre szintén ebben az időszakban került sor, 8 tőnyi kendernövénynek a lefoglalására került sor. Mind a két esetben a csekély mennyiségnek a határát meghaladta a lefoglalt mennyiség, de a jelentőset nem érte el, így a bűncselekménynek a minősítése 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az ő esetükben. Nem volt bizonyítható, hogy az 1978-as, illetve 1976-os születésű vádlottak kereskedni akartak a kábítószerrel. Ezért számíthatnak enyhébb büntetésre. Ellenük a mohácsi járási ügyészség most emelt vádat. Tovább emelkedett Siófok népszerűsége 2019-ben. A 12 hónap során összesen 1.092.300 vendégészakát töltöttek el a turisták a városban. Közel 10.000-rel többet, mint egy évvel korábban. Siófok volt a legkeresettebb magyarországi úticél tavaly egy szállás közvetítő adatai alapján. Rengetegen keresték fel 2019-ben is Siófok strandjait, programjait. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen a város idegenforgalmi adóbevételeiben a szálláshelyek forgalmát tekintve mintegy 0,8%-os növekedés tapasztalható. Ami külön öröm, hogy a növekedés már nem csak a nyári hónapokban figyelhető meg. Egyébként nagyon érdekes, hogy a januári hónap az elmúlt 10 évben soha nem volt még olyan jó, mint 2019-ben, és kiemelni még emeli a főszezoni hónapokat, tehát a június, július, augusztust is, és aminek kifejezetten nagyon örülünk, hogy a május, illetve a szeptemberi hónapok is igen erősek voltak. A küldőpiacok tekintetében szintén ugyanúgy, mint a korábbi évekhez hasonlóan a németek, a lengyelek, csehek, szlovákok, hollandok, osztrákok érkeznek ide Siófokra hozzánk. És ami szintén nagy öröm, hogy a külföldieknek az aránya májustól egészen október végéig igen magas. A programturizmus.hu internetes portál adatai szerint a belföldi turisták körében Siófok volt a legkedveltebb úticél, és a vidéki programok iránti kereslet tekintetében is első a balatonparti város. Turisztikai szakemberek szerint ugyanakkor ez a növekedés nem olyan nagy mértékű. Nagyjából 10.000 vendégészakát nőtt a siófoki vendégészaka szám az előző év azonos időszakával összehasonlítva, az előző évvel összehasonlítva. Inkább stagnálásszerű, mint növekedés, nem éri el az országos vendégészak szám növekedését, ugye nem közelíti meg, de én azt gondolom, hogy örülhetünk ennek is, hiszen 10.000 vendégészak az mégiscsak 10.000 vendégészaka, és hogyha a foglalások átlagos hosszát nézzük, az azt jelenti, hogy akkor nagyságrendben, hogy egész évben legalább 5.000 vendéggel több fordult meg Siófokon, vagy látogatott vissza Siófokra, mint az előző év időszakában. Annak érdekében, hogy ez a tendencia fennmaradjon és még tovább növekedjen, mindent meg is tesznek a város turisztikai szakemberei és programfelelősei. Márciusban, mintegy a tavasz nyitányaként indul a gasztromustra, majd áprilisban húsvétkor indul hagyományosan az év első nagy rendezvénye, a nyuladalom. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Elhalasztották a döntést, egyelőre nem módosították a szekszárdi úszoda építőjével kötött szerződést. Szakképzési törvény, ösztöndíj minden diáknak és magasabb pedagógus bére.
10% fölötti is lehet a bevétel kiesés, átalakítaná a kormány az iparűzési adót. Segítség, kezdő vállalkozásokat mentorál az adóhivatal. Pénteken egy hideg front halad át felettünk, erős, időnként viharos északnyugati szél mellett délelőtt borongós idő lesz, délután már nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, de kisebb eső, záporeső előfordulhat. Friss hírekkel legközelebb, pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!